B2ENZ a kód, jöhet bárki, gyertek, gyertek, de fura feje a cápának, nem ilyen személy vannak meg száma. Jó, hát ez egy ilyen kis különleges cápa. Ez egy nyomi állat, az egy hivatalos állat. Építhetsz pályát, azt a de durva. Meg kipróbáljuk. Meg tudtak várni? Hát megpróbálunk, Ádám. Mint látod, még egyelőre úgyse vagyunk meg 10, az a minimum, úgyhogy még várunk. Bocsánat, B2ENZ. Ha úgy nézlek már is, hogy közben egy minimum 90 percen fogok letölteni egy játékot, akkor lesznek majd gondjaim streammel. Hogy 90 percig fogsz valamit letölteni? Hát az internettől függén innen nem tudom neked megmondani. Nekem általában szokott lenni problémám, igen, akadni szokott az adott stream, amit nézek, hogyha egy játékot töltök le, de hát azon attól függ, hogy milyen jó az interneted, lehet, hogy bírni fogja. Próbáld lejjebb venni, hogyha elkezd akadni, akkor lejjebb veheted a minőségét a streamnek, és akkor hát, ha úgy jobb lesz. Ez az Mati. Szemével vannak bajok, gyerek. Ez a cápa, pink. És... az már csak részletkérdés. Na, 8-an vagyunk, úgyhogy még 2 ember kell, hogy el tudjunk indulni. Bárki jöhet, gyertek, gyertek, B2ENZ. Ez egy Mercedes állt a sponsored stream, igen. I wish. Szia Petra! Szia Róz! Na, come on, come on! Várjatok, beírom. Ide, hogy... Announce B2ENZ. Metéka, te is gyere! Most elkezdett fájni a torkom. És akkor ezt ki tudom pinelni? Nem, innen nem tudom, az OBS-ból. Máté, kipineled nekem, léci? Vagy announcement nem lehet? Én már bent vagyok. Helyes, na még egy ember kell! Egészségetekre! Szerintem közlemény nem lehet, Máté, mert egy másik kommentet ki tudtam volna. Igen, SB, akkor duplánban. Na, indulunk is. No show selected. Akkor most már kötelező kiválasztani? Eddig nem kellett kötelező szinten kiválasztani. Nekem rendes izéket dobjál. Be lehet favoritezni, vagy eddig is be lehetett? Nekem rendes ilyen pályákat dobjál. Hé, csak be akartam favoritezni. Hogy tudom? You don't have favorites. Mert nem engeded! Mióta ilyen bonyolult az játék? Nem értem. Szia Peti, nagyon szépen köszönöm az 5 bitet. Nem enged favoritezni. Ez amúgy mi? Ez egy új pálya? Ezt megnézzük. Spiral of Wu. In a rush, why not squeeze in a game of this super speedy creator run? Round. Ezt valaki csinálta ezt a pályán. Szerintem ezeket is. Tornado Trial. Nem tudom, hogy lehet favoritezni, de mindegy, maradjon ez. Zsa! Most itt csak ajtókat kell betörni. Super Dordes. Na! Női megérzéseim és harmadik szemem vajon meglátja a jó ajtót. Márténak valaki vegyen egy új PC-t, mert túl lassan tölt be neki a játék. Köszönöm szépen.
De... Ja jó, már megijedtem, hogy valami custom be fog dobni most. Super door dash final round? Mi az, hogy final round? Fú, nem tudom, miért változott meg ennyire a folgás, nem értek semmit. Ez most... Ez nem is az az ajtós pálya, amihez én szoktam. Ez mi a fasz volt? Ez mi? Miért volt egy tyúk? De nem már, hát én erre nem készültem fel. Itt is van lyuk. De... Oké. Okay. Oh-oh. Ez lesz az... Első! Elnézést! Ez oké, okay. Köszönöm szépen. Ja, mivel 10-en vagyunk, ez... De várjál, mi? Nem. Azt mondja SB, hogy mivel 10-en vagyunk, ez alapból az utolsó kör, tehát az nem lehet. Mehették a not, mert itt ez a prime-os skin, ez annyira cuki. Máti! De cuki! Jaj, nem megy neki az ugrás! De aranyos! Ha! Majdnem! Hopp! Ó, fejbeverés? Na, most sikerülni fog! Szia, Csenge, mi újság? Zsip! Ó! Menni fog, Máti! Ui, azaz! Nem, most azon csúsz végig! Nagyon ügyes vagy! Zavarja, hogy nézted, lehet! Mi? Ez az egykörös nyereség! Illetve első nyerése volt ez? Vagy második? Mind winnerek vagyunk. Nem! Én vagyok! Te vedd el tőlem, Luca! Neked már így is sok nyerésed van. B2ENZ, hogyha szeretne valaki jönni, mindenki első lett. De hát én értem be először a célból. Nem vedd el tőlem ezt. Oké, te nyertél. Kösz! Na, köszi! Tizenöt ember kell a minimum két körhöz. Na akkor gyertek. Ugyanazt az animációt kaptuk, hogy win. Hogy én állok ott nektek, ugye, Mati? Jó, válaszok más pályán. Az idegesítem, nem tudok favoritokat választani. Mert akkor itt shufflezne a favoritok közül. Mennyi ez? Szia, Zazi! Ha bemész a most popjárba, ott van, hogy szóló? Na, mindjárt megnézem. Azután... Mi az a jean skin? Ezen a pályán csalik volt múltkor a Luca. Szia, killerke. Na. Túl kell élni itt? A rinocérosznak a... izéjét? Olyan furcsa most az egér érzékenység. Bástya! Bástya! Gyere ide, az anyád úristeni bástya. Gyere! Ki a bástya? Ne ti! A bástyát! Hova tűnt a bástya? A bástya eltűnt! Nem! Vissza! Survived? Konkrétan az utolsó pillanatban az a platform oda mozdult, hogy visszadobjon engem. Dragon Hedge, köszönöm szépen! A követés.
Te vagy mire csalikom. Én nem csalok is. Melyik volt a bástya? Most elkapom. Szerintem mondjuk a rinocérosz kiütötte. Ja, most egymás után három kör lesz, azt hiszem. Ott a bástya, ide látom. Na, elkapjuk. Másik, ott van középen. Gyere ide. Egyből nekem. Ja, azt tudom, hogy felém jön. Gyere. Bástya! De ne, Shadow! Hú! Hol van? Megzavar, van ott van. Van egy másik ugyanilyen skinű. Az a baj, hogy itt nem tudom ki... Gyere! Kidoblak! Ki lehet innen dobni? És így jön felé! Úristen, az nagyon jó ez a... Luca, ez a skin. Oh-oh. Ne? Jó rinocérosz, szép rinocérosz. Nice, nice. Szia, Viki! Mátéka, mert itt a gusztoroppanáska volt. Meghalok, ha dráma törén, ha olyan tételt húzok ki, amit nem tudok, akkor hazamegyek. Szerintem kicsit meglepődnének, hogy így kihúzod, és te így... Jóiság, Viki! Picit felcsöztem magam. Én már rég nem idegeskedek ezen a játékon. Mertik a mellé is tudod a játékot. Most komolyan mondod, vagy csak viccelsz? Kirés küteltél? Morsi kapitány, de cuki, ez kicsoda! Na itt valami van! Itt már három rinocérosztán konkrétan ránk engedik őket, érted? Mi az Isten? Nem, nem! De olyan furcsa most az irány. Jézusom! Jézus! Megvadult! Támadó pozíció! Szeretetlen lett volna. Kikerülni, hát ez nagyon nehéz volt. Nagyon csuki a Morsi kapitány. Jaj! Ah, sajnálom, Mati. Morsi, ez Zazi? Ó, ez a Zazi, hajrá! Életem leggyorsabb uninstallja volt. De miért csinálod ezt? Mindig letörlöd. Aj, kiesett az Zazi. Hát a Luca az úgyis csalik, de nem baj, ezért nézzük. Ó, oh, elszublimált. GG, Luca, nagyon ügyes vagy. Sziasztok, Bina, mi újság? Ja, bunda. Na, akkor most popular szólóz. Ezt most kimondta nekem a Zazi? Ezt kerestük eddig hónapok óta, hogy hol tudunk végre egy, hogy ezt hol tudjuk beállítani, és senki nem tudta. Köszönjük szépen! Úristen, az egyik egyetemi vizsgám... Úristen, azt az egyik egyetemi vizsgámnál csináltam, tételt húztam, elolvastam a tételt, visszatettem az asztalra. Azt mondtam a tanárnőnek, hogy további szép napot, viszontlátásra, és kimentem. Sírok. Hát, nekem is hasonló volt a töri érettségi, bár azért nem fordultam sarkon, leültem, és azt mondtam, hogy én őszinte leszek, nem tudok erről a témáról semmit, a második világháború volt, csak azt, hogy nagyon sokan meghaltak. Majd utána mondta az osztályfőnököm, aki egyben töri tanárom volt, hogy ezt vegyem komolyan. Amúgy mégse jó pályán vagyunk. Tehát én nem ilyenre akartam jönni, hanem ilyen rendes versenyre. Miért nem ez a szó lose? Valaki fuvalázik, amikor én az életemért küzdök. És még álfonyán kis esnők. Ezt sosem éltem túl sokáig. A kurva. Mi itt a tax? Oh, ez easy volt. Oh, sajnálom, Mati, na majd a következő.
Nem két tételt lehet húzni. Hogy érted, Levi? Most töltöttem le az alkalmazást, és rögtön jöttek nézni, de cuki vagy, Szabina, nagyon szépen köszönöm. És a követést is nagyon cuki vagy. Milyen napod volt? Hát képzeljétek el, hogy úristen. Ne, ezeket utálom, ezeket a pályákat. Szóval képzeljétek el, hogy megint visszaálltam. Jézusom, mit csinál a bástya itt? Rohamotka. Ez már az utolsó platform alattam. Miért vagyok ilyen lassan? Lecsúszok. Miért nem megy gyorsabban ez a henger? Szóval sajnos megint későn fekszek és későn kelek. Tök mindegy, hogy milyen fáradt vagyok. Egyszerűen annyira szeretek fent lenni éjszakákba, hogy én nem szerintem soha nem fogok tudni átállni ilyen normális bioritmusra. Olyan furcsán ugrok itt most ezen a pályán, ne? Ja, mert hogy a henger ledob engem azért. Úgyhogy nem tudom, kettőkor keltem. Ilyen kis lustizós nap volt. Hajat mostam, meg így elkészültem, tojást főztem, Levélkel beszélgettem egy csomót a Lost Ark-ról. Aztán még stream után takarítani fogok. Ti mit csináltatok ma, meg mit fogtok? De a Luce annyira könnyedén megy, én nem tudom, most úgy éreztem, mintha olyan nehéz volt nagyon a... Jajaj! Ja, Jézusom, ez a nő! Szóval nagyon nehéz volt az irányítás, meg a mozgás. Megint a Luce nyert? Á, GG! Neked nem is kell gyakorolni, Luce. Jitt tú! Hát a szóbelin kihúzza egy tételt, és nem tudod, akkor van póttétel húzás. I wish! Hát most nem tudom. Az őskorban, amikor én érettségiztem, nem volt ilyesmi. Úgy van már, hogyha húzza egy tételt, és nem tudod, akkor húzhatsz másikat, de akkor hármasra indul. What? Ez menő. Ne, meg itt reggel fekszel le. Hát azért nem reggel, de hajnalban. Meghekkelte a rendszert, igen. Itt van a kód, amíg jönne bárki B2ENZ. És akkor most egy másik fajta pálya jön. Most pontosan mit jelent ez a szóló? Luce, stop! Köszönöm és sajnálom. Hát sok sikert kívánok, Csenge! Meg hát mindenkinek gratulálok, aki az érettségit végig tolta az írásból, itt nagy királyok vagytok. Ha újat húzol, akkor is egyes, ha kettest írsz. Szóval tulajdonképpen jegyekben azt jelenti, hogy van egy és hármas, négyes, ötös. Tessék? Most ez mind platformos? Jaj, de cuki karácsonyi. Minden olyan pályát dobhat, amit egyébként szóló módban. Ja, értem, Levi, köszi szépen. Hát jó lenne, hogyha ilyen rendes részpályát dobna be, ugye arra vágyunk, de hát ez sose sikerül, általában ilyen platformosak. Oké, okay, a kék az betörik alatt, ami csak a zölden kéne. Peti? Bástya! Nem! Nem! Gyilkosságom! Megy el ide! Ha megyek, te is jössz! Meghalt meg! Ah, ez a másik ilyen öngyilkos! A sakkban is mindig ezt csináltam, nem érdekelt, hogy folyamatosan én is meghaltam. A lényeg, hogy kiütöttem az ellenfél bábújt. Így érzem, nem?
Köszi, Max, hát még nem fullos, mint látod, meghallod. És a torkom is fáj, úgyhogy ma egyébként egy rövidebb stream lesz. De olyan érdekes tényleg, hogy a beszéd csinálja ezt. Méri 8-9 körül érek haza, beleférek még a Fazmóba. Hát 9-kor már vége lesz a streamnek, Hubikám. De ha hamarabb jössz, akkor igen. Hányszor este ki eddig? Még csak... Egy, kétszer. Szóval, hogy tényleg olyan érdekes, amikor múltkor is beteg voltam, akkor is sokkal rosszabbul voltam, amikor beszélnem kellett. És most is az van, hogy ha tegnap egész nap nem szóltam meg, és tök jól éreztem magam, csak éjszaka kezdett el fájni a torkom. De most megint beszélek. Úristen, elfejtettem nektek mutatni! Mondatomat befejezem, szóval mivel megint beszélek, megint rosszul vagyok. Elfejtettem nektek, DC-re se posztoltam be, mert elfelejtettem. Attitól mit kaptam? Oda nézzetek! Nagyon cuki! Beírtam a közösbe valamelyik nap, hogy... Barbie, Ati, melyikőtök tudna nekem egy losztárkos mokokót horgolni, hogy rendesen kifizetem meg mindent, csak hogy nagyon szeretnék egyet, mert hogy nincsen Amerikában és Európában sem losztárk merch, és én már láttam ilyet több embernél, gondolom ők is így csináltatták, és úgy nagyon szeretnék egyet, és mondta az Ati, hogy hát ő csinál nekem egyet, és így... ajándékba 3 nap alatt horgolt egyet konkrétan, és extra puha, kinyert. Elodorn, GG, ki is az Elodorn, mindig elfelejtem. Ja, Mati, ügyes vagy nagyon. Úgyhogy extra puha, és extra cuki, és ott a kis nyelve is neki. És annyira puha, szóval itt a gépen menet, úgy aludnék vele, csak nem merek. Letépem néma fejét, meg összekoszolnám. Úgyhogy a horgot szeretetről ti is tudtok. Hát mokokó nincsen, de hát nem tudom, nem hinném, hogy fognak csinálni, mert annyira nem elterjedt játék a Lost Ark Magyarországon, hogy itt csináljanak mokokót, de a horgot szeretet Instagram oldalról tudtok mindenfélét rendelni a tiéktől, hogyha éppen árufeltöltés van a ti, és Barbie szoktak nagyon cuki plüsseket csinálni, és tényleg az jó bennük, hogy annyira puhák, és itt van ugye, amit karácsonyra horgolt nekem az Ati. Ezt azóta is baromira imádom, a Pilla, úgy neveztem el, és ezek annyira puhák. Szia Harry, B2ENZ a kód. Mikor lesz Fazmó? 20 perc múlva kb. Köszi Csenge, szia. Nekem a plüssök a gyengéim. Én amúgy nem vagyok nagy plüssös, de ezek a horgolt plüssök extra puhák. Csak hát ezeket ugye nem lehet annyira nyúzni. Nekem ilyen fonalban anyukám egy óriási homárt horgolt. Aj, mert te is egy homár vagy. Szia, Helket! Szia, Bazsa! Igen. Mivel beszéd közben nagyobb mennyiségű levegő jut a torkodra, a por meg a minden más irritálja a nyálkahártyádat, ezáltal a gyulladás is jobban fáj. Igen, de úgy valahogy így gyengébbnek is érzem magam ilyenkor, meg minden. De amúgy nincs gyulladás. Szerintem. Mert megnéztem. Spicsit finár. Mi? Spicsit. Spicsit fin... Spine... Úristen, strongot kaptam! Spicsit finár. Mi? Nem tudom kimondani. Mi ez? Joghurtnak lehet nevezni? Vagy ez valami mangós ajándékba küldte a kifli a rendelés mellé, vegán és cukormentes, szóval biztos undorító lesz. Nem amúgy az apró termékek jók nagyon. De ez micsoda, ez joghurt. Hát nem néz ki jól.
És büdös is. De jó. Ez jó lesz. Várjál! Ezt múltkor hogy letoltam csukott szemmel? Fuvaláztak már megint. Bástya. Szemet sájjol. Menj, odébb is melyek tőled, bástya. De gyere utánam. Titkos a kilétje. Ne! Csetet néztem. Klau borsadban van. Hí, Peti. Te ki akarod velem húzni a gyufát? Tudod, ha én ha Ludas méri, háromszor adja vissza. Péter. Ez most mi? De időm sincsen ugrani. Bestia. Ne, túl hamar ugrottam. De igazából nem esek ki. Úristen, de gyorsan pörög. Haha, csá, Bestia. Mert nem esett ki, de... akár örvendés csúnya dolog. Ez az, potyoggetog. Osztomex. És milyen plüs. Én nem tudom, hol vannak plüsseim, de annyi volt. Ugye körbe voltak csövek a szobám körül, és így a cső és a fal közé voltak dugva így a plüssök, és vagy 50 darab így sorba. Úristen, ez micsoda! Ne, ez egy útvesztő, ezen a pályán még soha nem voltam. Szia, kaotikus! Merre kell menni? De ez nagyon jó ez a pálya, tök fán. Nem mondod. Nem mondod, hogy jó, oké. Azt hittem, hogy én örökre oda beszorultam. Ilyen miért létezik egyáltalán, hogy oda be lehet szorulni? Ne! De hát ezt a játékot, hogy... Fogd meg! Nem? Itt nem lehet átmenni? Onnan jönnek vissza emberek. Akkor melyik? Ez lesz a jó járat? Vagy melyik? De melyik akkor? Miért van itt három ember is? Hát akkor csak ez lehet. Nem tudtak tovább menni? Baszd meg. Mi? Visszafele mennek az emberek. Hova kell menni? Hát ez se jó, basszus. Hogy fejbe baszott a fal? Azt se tudtam, hol vagyok. Hogy de szomorú. Na nézzük. Hú, nagyon büdi. És ez micsoda mangó. Darabos. Amúgy finom. Tök nagy mangó darabok vannak benne. Csak savanykás, mert ugye cukormentes vegám. Gigi, Luca. De amúgy jó. Jók az apró termékek. Jobban vagyok, kaotikus. Köszönöm szépen, csak még nem gyógyultam meg teljesen. Köszönöm, eskül állok. Nem bírni veled. Szia, Pumpkin Cat! Nekem is megvannak még a gyermekkori plüsseim. Már megint ez a pálya. Azok is, amik azóta megvannak, hogy az eszemet tudom, szóval körülbelül velem egy idősek, egy párszor meg kellett várni, varni mindegyiket. Ez annyira jó, én sajnálom, hogy
ilyen dolgokat nem raktam el. De amúgy anyom biztos rakott el. Biztos vannak pincébb padláson ilyen gyerekkori dolgok. Azt mondom, hogy tinikoromban mindenemet kidobtam, amikor úgy volt, hogy eladjuk a házat. Amit sajnálok. Miért jön nekem mindenki? Bocsánat egyébként az ilyen... Ezt most nagyon rosszul csináltam. Most sajnálom, hogy meghaltam már most. Ezt nem tudom miért csináltam, hogy az 5 centis helyre akartam átugrani. Szóval bocsánat minden... ilyen krákogánsért és ilyesmi hangért. Szia, Joki! Nem szeretem ezt a játékot. Képzelem! Onnan néztek a plüssök. Amúgy nagyon creepy tudnak lenni a plüssök, Amanda. Szia, Himitsu, mi újság? Nagyon savanyú. Azt hiszem, miért mondom, cukormentes dolgokba. Ha nem elég édes, akkor miért nem raknak bele még édesítőt? Édesítő túladagolást szeretnék. Pedig egyébként én egyáltalán nem vagyok. Szóval kifejezetten nem szeretem az ilyen gej dolgokat. Szeretem a savanykás ízeket. De ez tényleg egyáltalán nem édes. Nagyon cuki skinek vannak. De Adamnak, jaj, de... átbukolt a falon konkrétan. Henny, szia! Nagyon szépen köszönöm, Henny, a 9. hónapot. Köszönöm szépen. De figyelj már, múltkor a Klaus streamjén bejöttél, de utána beszéltünk hozzád egy csomót, és nem reagáltál, akkor csak beköszöntél és eltűntél. Olyan, mintha az Adam csalikolna, így bukol. Átbukoltatja magát a... obstikulat. Op. Mi van? Átment tényleg a falon. Szerintem lankol, vagy nem tudom. Ez az új folgályzza, nem még idegesítőbb, mint a régi. De Harry, akkor épp jött egy dráma, és le kellett lépnem. Aj, sajnálom. Azt beszéltük, azt mondtuk neked, hogy mikor megjött tőled az e-mail múltkor, akkor így éppen ébredtem fel, és az ágyba elolvastam az e-mailt, és amikor láttam, akkor így kipattantam az ágyba, és elkezdtem kiabálni, és dalba foglaltam szó szerint a nevedet, és így táncoltam. Henny! 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 És itt a napunk első fél órája erről szólt. Sosem felejtem, amikor egyszer magától megmozdult, mint a plüss, azóta is nyugtatom magam, hogy csak rosszul raktam oda, szóval elég para, Jézusom. Julia Boy című filmet láttátok, azt a horrort. Nagyon kevés horrort láttam, azt valamiért, nem tudom, mondom Clau miatt, igaz, vagy nem tudom, hogy szerintem Clau-val láttam, és eddig csak Clau miatt néztem meg horrorokat, és az ilyen beszabehú, szóval annyira para volt az a horror, de hogy nagyon tetszett, hogy tényleg annyira okosan volt megcsinálva, nekem nagyon-nagyon tetszett, viszont utána így hónapokig féltem, de az nagyon jó, az a film. Az egy nagyon szar film. Oké. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Örülök is, hogy tudok végre segíteni valamivel, de cuki vagy, Henny. Hú, hát nagyon várom már. Nem tudom, gondolom titok, azért nem beszélek róla, és tökre várom már a részleteket. Basszus, de fel tud idegesíteni néhány ember. Mondom az illetőnek, hogy van jégkrém. Egyen. Majd ha kívántak, akkor majd adok. Mondom, jól van, akkor felülem. Ihen is hallhatsz, miért válaszol néhány ember úgy, mintha segükből rágatok be. Amúgy ezt én sem értem, hogy az emberek miért beszélnek egymással úgy, ahogy.
főleg most, hát nyilván itthon annyi minden stresszeli az embereket, például a Fall Guys, ez is, nézd meg, ez mi? Elképzel, én itt ilyen chillbe beszélgetek veletek, Luca meg otthon. Nagyon beteg, de nem rossz. Tudjátok, mi beteg? De azt is miért láttam? Én miért láttam ilyen horrorokat? Amikor az a vak sötét. Attól behánytam attól a filmtől. Meg annyira beteg. Azt hittem, hogy egy ilyen... Csak egy izgalmasabb thriller. De hogy nem lesz ilyen... Annyira rossz, hogy az ilyen horrorok, nem a thrillereknél. Ugye alig mutatnak valamit a thrillerben. És ezért nem tudod, hogy mennyire lesz fucked up előre. Szia, Helga, mi újság? Nem titok, csak azt nem tudom, mikor lesz az embargó. Ja, akkor nem titok? Én itt nem merek semmit mondani. Meg még nem tudok semmi részletet. De nagyon izgi. Köszönöm, Sabina! Hú, nagyon sokáig bírja a Mati meg a Luca Astrolt. Szegény! Elszóltam! Úristen, nice! GG, Mati! Ez egy durva. Durva küzdelem volt. Jól vagyok, köszönöm! És te, Miri, hogy vagy? Sokkal jobban vagyok, köszönöm szépen, Helga! Nem megyünk börtönös pályát, ez melyik? Börtönös, az ami új. Mi a neve? Sweet Thieves. Azt hol látom? Boom Blaster Bombastic. Itt nincs. Ez izgis volt. Luca, arról volt szó, hogy többet nem nyersz. Hát igen, azért ez csak így feladta, nem? Én is csak annyit tudok, hogy mikor jelenik meg, és kérdezték, hány kódra lesz szükség. Én kód? Mi kód? És ez ilyenkor ilyen demo változat, vagy a teljes játék? Na jó, akkor nem mondom nektek, mert akkor nem titok, azt mondta a Henny. Szóval, hogy képzeljétek el, hogy nagyon-nagyon-nagyon régóta várok egy játékot, viszont most úgy nézett ki a dolog, hogy nem engedhetem meg magamnak ezt a játékot, nem engedhettem meg volna, ezt akartam mondani, és így kimaradt volna legalábbis most pár hónapig az életemből ez a játék, és tök szomorú voltam miatta, és aztán jött egy Henny, aki egy cégnél dolgozik, és videójáték, teljes játék, új, de jó! Na mindegy, a lényeg, hogy Henny segít abban, hogy hozzáférjek ehhez a játékhoz, kapunk tőle egy termékkulcsot, vagy kódot, és de úgy, hogy nem is beszéltünk erről, szóval nem is tudta a Henny, hogy én erre a játékra vágyom, vagy ilyesmi, csak mondta, írt nekem, hogy van ez a lehetőség, hogy ezt lehetne így tesztelni, ezt a játékot, én meg így azonnal, ahogy megláttam az e-mailt, igen! Szerintem el ezt ilyen nagy betűkkel kezdtem el írni, ezért én rájöttem, hogy jó, I'm a businesswoman. Visszafogottan kell válaszolni, hogy kedves Henny, nagyon örülök ennek, de a legszörösebben azt írtam, hogy a kurva jó, igen! Szóval, ja, és azt nem mondtam, hogy melyik játék. Ez a Gollum játék, Gollum, úgyhogy már nagyon-nagyon vártam. Nem tudom, hogy mennyien szeretitek a Gyűrűk urát, én nagyon nagy fan vagyok. Ja, várjatok, közben
Igen, lehet jönni, bocsánat. Itt a kód, B2ENZ. Szóval nagyon szeretem a Gyűrűk Urát, és már baromira vártam ezt a játékot. Jó, Smiagol, igen. Úgyhogy szerintem annyira kreatív ötlet, hogy Gollammal lehet játszani. És nagyon kíváncsi vagyok a sztorira is, meg az egész játékra, teljesen fel vagyok pörögve. Úgyhogy természetesen streamben fogom az egészet végigjátszani, meg majd a VOD csatornán is fent lesz, úgyhogy remélem, hogy nektek is fog tetszeni, drágaság, igen. Mondtam múltkor Henny a Klau, hogy csak nehogy arra nyomj, hogy válasz mindenkinek. Mondom, hogy mert hogy azt mondja, az, ott mindenki ott lesz, akinek elküldi a Henny, mondom, de hát nincs ott senki, de mondom, jó, nem arra nyomok. De mondom, nem írok semmi olyat. De akkor jó, mostantól úgy fogok neked válaszolni. Fuck yeah, Henny! Arról fogsz a nyugol 500 évig élt egy barlangban. Nem, nagyon izgalmas. Na, nézzétek meg a trailert, ha még nem láttátok. Nagyon izgi-mizgi helyzetekbe keveredik a Gollam. Titkos mását. Hát én már láttam elég kellemetlen ilyen e-maileket, amikor írt egy cég. Ja, itt csak túl kell élni, ugye? És akkor ugyanezt az e-mailt ugye elküldték vagy 15 tartalomgyártónak, és akkor a tartalomgyártók látták azt, hogy még kik vannak azon az e-mailen, hogy kik kapták meg azt az e-mailt. Mivel én nem csak túl kell... Ja, a legszélén vagyok. Basszus, át kellett volna ugrani. Én még átbillen. Középre kéne menni, ugye? Múltkor nem tudtam. Hopp! Hú, majdnem kiestem. Vagy mit kell csinálni? Középre kell menni, nem? Hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp, hopp! Na és akkor ugye láttam, hogy még kik vannak az e-mailen, és akkor volt én, aki véletlenül arra ment, hogy válasz mindenkinek, és valamilyen nem olyan stílusban válaszolt. Ami okés szerintem. És akkor ebben voltak ilyen vicces szituációk, mert azt akkor mind a 15 tartalomgyártó látta, hogy XY mit írt. De nem tudom, voltak ilyenek, hogy volt valami megkeresés, és akkor arra csak annyit írt valaki, hogy köszönöm. Ez nem mindig, mikor én egyszer írtam egy hotelnek, hogy barterbe emeltünk-e, és egy XD-t válaszolt vissza a 4 csillagos szép hotelnek az igazgatója. Semmi más? Vagy hát nem az igazgatója, hanem aki a... Ó, mi történt a karommal? Aki ezt a marketing részt vezeti, gondolom, az küld nekem vissza e-mailt. Igazából nem tudom, mit kell csinálni. Én idejöttem, itt el vagyunk, nincs nevemmel is. Gamerrel. De az a baj, hogy itt valakik minket dobálnak. Mati! Mati meggyilkolta! Ja, jó, nem visszaesett. Mati, állítsál magadom! Jászmin, már válaszoltam neked erre. Légy színe, tedd fel többször ezt a kérdést. Húha, ki... Meghalt még egy ember. Ez mi volt? A róka? Mi volt az? A Mati próbál így gyilkolászni embereket. Nice, nice. Hát ez kemény munka volt. Én is egyszer nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem, nem így volt mátéka. Ez annyira szép ez a skin. Nem tudom, hogy ki van vele.
Ilyen szép, nem is tudom, ilyen rózgolyt-szerű. Na, én majd úgy megbombázlak legközelebb itt, Mati. Na, ez sem, ez a pálya sem ismerős egyébként. Úristen, koronás! Na, én még soha nem nyertem. A Lucát le kéne szorítani valahogy. Mert itt sincs, ja, de itt van. Ja, nincs nevem, neki van nagyon szép cucca. Szembe fognak jönni dolgok, jó. Kijövök a szélére, és ezeket átlehet. De miért arra mentek, amikor én erre akartam jönni? Egy kicsit le vagyok maradva. Ezt majdnem letarolta a hajam. Ne! Annyira előre nézek, hogy hol jön a golyó, hogy nem látom, ami közvetlenül előttem van. Nem! Kurva. Ez mi? Na. Ott a korona! Haj, úristen, sosem voltam még ilyen közel hozzá. És most ki nyert kettőjük közül? Ó, jaj, de cuki, Nightpad, Gigi, hát ez nagyon aranyos ez a skin. A csíkbusz van a fején. Ó, és így lebassza. Izgultam és leestem, sajnálom, Ádám. Az előző munkahelyemen egyszer kaptunk egy felső utasítást, amit konkrétan lehetetlen volt teljesíteni, és ezt e-mailben küldte az egyik munkatársam. Én meg válaszoltam az e-mailre, hogy ezek hülyék, és nem vettem észre, hogy a főnökeim is bele vannak csatolva. Jó, nekem van egy ennél sokkal durvább, de azt nem mondom el publikusan. De... igen. Na mindegy. Majd elmondom Mátén neked privátban, de szerintem meséltem. Na, egy legutolsót akkor csapassunk. B2 ENZ a kód. Régen csak el kellett érni a koronát, és nem megfogni. Hát de most is, nem? Csak most ugye levegőben volt, és így ugrani kellett. De csak így hozzá kellett érni szerintem. Várunk valakire, mert ha nem, akkor indítom. Most szóljon, vagy hallgasson örökre, akire várunk. Kell nyomni a kapaszkodást közben. Ja, azt nem tudtam. Hát akkor nem lett volna ennyi, én csak azt hittem, hogy el kell érni. Ja, értem, Mati. Jól van, akkor mehet. És akkor utána lassan majd jöhetnek az emberkék. Mondjuk nem tudom, hogy össze fogunk-e jönni szabosok egy fazmóra. Ezt nem gondoltam át, mert most itt a cseten nem nagyon van olyan, akivel szoktam fazmózni. Máté... Mátéka, nem tudom, hogy van-e kedved majd jönni, de nincs itt Réka se, Alfanesz, Hubi később jön. Négy ember csak már. Igazából csak kettő kell, mert szerintem a Máté jön, gondolom. Nem muszáj, persze nem szeretne. Na, Levi is jön. Akkor van. Három. Mit kell csinálni? Jó, akkor. Még semmit nem csináltam, csak magától, csak sodort engem a világ. Mi vége? Maszki, nem figyelt. Ez gyors volt, oksi. Egy a fene, egy körre megyek. Na, szuper. Réka fesztiválon van, Alfi Peti dolgozik. Még mindig? Istenem, szegény. Itt vagyok? Ecak. Jó, akkor meg vagyunk négyen. Hát akkor, hogyha... akkor ez a négyes fog újra meg újra... ja, de azt mondtam át, hogy egy körre. De utána meg akkor helyetted tud jönni a Hubi. Ha más... mi ez a zene, úristen?
Annyira cuki ez, Ádám, ez a skin, hát meghalok. Nagyon aranyos. Szia, Viktor, köszi, hogy itt voltál. LOL, Viki, velem is volt már ilyen. Hol van, Luca? Mit csinálsz? Milyen kajcsit? Vagy sajnálom, Tom, egyébként nagyon... hát, viszonylag sűrűn. Nem tudom, ez relatív, de szokott lenni nyereményjelték a csatornámon, és akkor sokszor szoktam fazmót kisorsolni, mert azt tudom, hogy olyan játék, amivel sokan játszottok a chatről, szóval szerintem már vagy 10 fazmót biztos, hogy vettem nektek, és sorsoltunk ki így az elmúlt 2,5 év során. Szóval lehet, hogy lesz lehetőséged a jövőben nyerni. GG, Mati, hát ez az. Sokat kell foglalkozni, és neked is lesz ilyen skined, Méri? Miért, mihez kaptad, Ádám, vagy mire? Igen, szerintem is. Most mondjuk a legutolsó lehet, hogy nem volt Levi, de általában a szubatonokon szokott lenni fazmosorsás. De nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részt vett a Fall Guys-on. Nagyon fán volt, mint mindig. Köszönöm szépen. És akkor indítom a fazmofóbiát, illetve akkor akik jönnek velem első körbe, azok indítsák, izzítsák, meg a DC-t is.